A 30 éves székesfehérvári kríziskezelő központ fontos szerepet tölt be a város életében, hangsúlyozta Cserpalkovics András köszöntő beszédében. Ezért is szerette volna a polgármester Mészáros Attila alpolgármesterrel köszönteni a munkatársakat a születésnap alkalmából. Ha valaki belegondol, akkor ez abszolút egybeesik az 1990 utáni, tehát a rendszerváltoztatást követő három évtized mindennapjaiba, annak minden társadalmi, gazdasági, ebből fakadó esetleges szociális kérdésével, azok bizonyos következményével ez az intézmény és ez a szakmai közösség találkozott, és mindig számíthatott a nagy közösség, a város egésze, a kríziskezelőközpont munkatársaira, akiknek persze próbáltunk minden segítséget, tehát támogatást megadni, de alapvetően az ő szakmaiságuk és emberségük határozta meg ezt az intézményt, hogy Isten értesse őket, boldog születésnapot kívánunk, és azt, hogy egy kis mosoly is legyen része ennek a munkának. Zsapka Attila 24 éve vezetője a kríziskezelőközpontnak. Elmondása szerint az elmúlt években sokat korszerűsödött az ellátások köre. Számos fejlesztés valósult meg az intézményben. A férfiak átmeneti szállója 2002-ben egy emelet ráépítéssel valósult meg, 2004-ben pedig megnyílt a női szálló, amely azért volt nagy előrelépés, mert addig nem tudták az utcán élő nőket elhelyezni. A Sörház téren 15 évvel ezelőtt megépülhetett a nappali centrum is. Például most itt állunk, ez a nappali centrum. 2007-ben tudtuk egy EU-s pályázat kapcsán megvalósítani, ahol szintén olyan innovatív, nem csak alapszolgáltatásra tudunk nyújtani a hajléktalanok részére, hanem például számítógépes terem, ahol a tanfolyamokat tudtunk szervezni ez idáig, bár a Covid mindent ugye egy kicsit elsöpört, illetve van könyvtáron két foglalkoztató termeink, csomagmegőrző adományraktár, utcai irodának is ugye itt ezen a helyen tudtunk biztosítani egy nagy irodát, ahol még a hajléktalanok számára egy zuhanyzó helyiséget, most már egy travelos alapítvány segítségével, támogatásával már két akadálymentesített zuhanyzót tudunk biztosítani. Zsapka Attila hozzátette, folyamatosan azon gondolkodnak a munkatársakkal együtt, mire van szükség, hogy minél többen betérjenek az utcáról, hogy tudjanak nekik segíteni. Mint mondja, nem az a cél, hogy emelt szintű ellátást nyújtsanak, inkább az, hogy támogassák őket a foglalkoztatásban, hogy önálló életvitelt tudjanak folytatni. Most 51 munkatárs segíti a központban a hajléktalan embereket. Az utcán 100 főt látnak el, a női szállón 16-an vannak, az anya otthonban 4 család él jelen pillanatban. A kikindai szálláson 15-en vannak, a Sörház téren, a menedékhelyen és a szállón 75-80 főt látnak el, 3 lakásban most 10 fő él. Az ő ellátásokról gondoskodik minden nap a kríziskezelő központ.